Idén most egy rizses lecsó lesz, egy rizses lecsó, és ilyen lájtos a vegetáriánosoknak is, hogy legyen, egy kis kolbász lesz bele karikázva. Nem olyan sok közel egy mázsa, úgyhogy egy ilyen rizses, kolbászos lecsó lesz. Hát reméljük, hogy ízleni fog, mert ha nem, akkor én futok leghátul. Nem azért, mert amikor kergetnek, nem azért, mert nem tudok futni, mert bátor vagyok. Már 5000-6000 ember azért jósággal bőséggel, 6000 biztos, hogy jut, de hát nem vagyunk piskótok, ezért úgy fogjuk adni, hogy szűken osszuk, hogy bőven elég legyen, hogy mindenki meg tudja kóstolni. Körüli paprika van, még a pontos méretet, meg a számlát még azt meg fogjuk nézni, de benne lesz minden. Egy olyan 2 mázsa hagyma lesz benne, 50 kg szalonna, 80 liter olaj, hát a fűszerek az természetes, egy mázsányi rizs, azt ha megfőzzük, akkor az gazdagabb lesz, és körülbelül 70-80 kg kolbász. Egy lájtos koleszterinmentes diétás lesz, úgyhogy ezt így próbáljuk összehozni, mert a vendéglátásnál a szakács szakma a legbiztosabban fizet. Tetszenek tudni, hogy miért? Mert vagy a vendég fizet, vagy a sírás, hogy teljesítette a tervet. Pálinkát fújjál rá! Hogyne? Azt nem pocsékolom, azt nem pocsékolom! Helyes, helyes válasz! A válasz helyes! Milyen lecsó készül? Kocsamelles lecsó! Kocsamelles módra. Ott tavaly voltatok? Igen, másodikok lettek! Lecsomixel készülünk, de nem tudjuk eldönteni, hogy mi legyen az a lecsó, amivel itt tesztálunk. Tudunk ringbe szállni. Azok úgy gondoltuk, hogy milyen több rétű. Vízkis lecsó? De amúgy itt az alapanyag. És mi a májat sokunk elé. Voltunk már tavaly is. És tavaly milyen eredménnyel zárult? Egy harmadik. Na. Csirkemelles csilisbabos lecsóval, ugyanígy tárcsán. Szerecskei gyerek vagyok, a hagymás kertben születtem, ott ahol ott én nagyapám a híres hagymát termelte. Dávid Józsefné, gyerecskéről a jó barátok nyugdíjas klubból jöttünk, a két kuktár, Sáfrányné Margit néni és Szabó Elekné Júci néni. Hárman szeretnénk, most vagyunk itt először bemutatkozni, nem azért jöttünk, hogy megnyerjük, vagy díjat, nem, hogy itt legyünk esztáron, mert az esztáriak is voltak nálunk, mi is voltunk már, nagyon jó barátságban vagyunk, és nem akartuk kihagyni ezt a jó kis lecsó fesztivált. Milyen lecsó készül? Esztári. Esztári lecsó. Grilles. Grilles lecsó. Francia lecsó. Elindultunk, én úgy gondoltam, hogy csak nató lecsót lehet főzni, vagy rizses lecsót, vagy tojásos lecsót, de meglepődtem, hogy volt itt minden fajta ilyen csillis lecsótól kezdve minden. Én azért gondoltam, hogy most húst is teszünk be. Honnan jöttek? Szlovákia. Csak annyit. Ezt maguk csinálták? Igen. Erről mit lehet tudni? Pászolt, hogyha... Sajtból ki van faragva csiga.
kemény sajt. Szép. Szép. Maga a lecsó pedig egy hagyományos lecsó? Hagyományos lecsó. Ismered a Tűzgyújtó című filmet? Nem. Régen, Stephen King regényéből készült film. És olyan messziről úgy tűnt, mintha te is így az akaratoddal próbálnád így lángra gyújtani. Előbb-utóbb az lesz a vége, mert jobban is nálam. Egy 20-20-valahány éves furúja, az így eldeformálódott, mikor nem volt keze ugye lenola, és így elgörült évek alatt. Aha. De ennek nagyon szép hangja van. Ezt hallottuk az előbb. Igen. Ez egy szoprán furúja, van egy fa furúja, egy dunántúli cseresznyefa. Meg lehet nézni a bocskoromat, amit Mohácsról rendeltem, mert hogy bokscsizma meleg egész nap. Ez egy ilyen bőrbocskor. Csak mondjuk a talpa erősítve van, mert ha aratás van, ilyen versenyaratás, akkor ugye a húzat jobban bírja. Ez egy dudafúrja például. De ez az egész egy szál, látból van. Ez itt be van hasítva, és ezt fog rezelni a számba, ha megfújom.